Szabadtéri kiállítással, bográcsozással, népzenével és néptánccal, kézművesek vásárával és sok más szórakoztató programmal zajlott a Csíki családi hétvége Csíkszeredában a Központi Parkban. Az RMDS Csíki területi szervezete által rendezett esemény évről évre lehetőséget nyújt a vidám kikapcsolódásra. Hogy legyen híd, és halljuk meg egymást, egyként gondolkozzunk itt a Kárpát-medencébe. A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára létrehozott kiállítás híd kíván lenni azok között, akik magyarul olvasnak határokon innen is túl, mondta megnyitójában Juhász Anna, kulturális menedzser. A költőt hétköznapjainkba beemelő szabadtéri tárlat Budapestet követően érkezett Csíkszeredába. Jó eredményünk volt tavaly a Tamási Áron kiállításunkkal, és már most itt a rengeteg érdeklődő látszik, hogy szerintem a 200 éve született Petőfi Sándorral is elérjük a célunkat. Beszél lesz, ahogy mondta Borbé Hajnak a tanárnő, mindannyiunk Petőfia lesz, és ezt ezzel az élményszerűséggel el lehet érni. A szomszédos parkban csíki települések, néptánc csoportjai, dalkörei léptek fel. A munkaközösségek, csapatok, civil szervezetek, baráti társaságok bográcsában alapvetően pityókás, krumplis ételek rotyogtak. Hagyományos pityókok, krumpli, tokány, amiben minden jót beleraktunk, hogy minél finomabb legyen. Több a pityóka benne, akkor krumplis hús, de így, hogy ennyi hús van, akkor pityókás tokány lesz belőle. A gyerekek, fiatalok különböző játékokat, sportágakat próbálhattak ki a helyi viszonyokhoz képest meglepően meleg napon. Mint LEGO robotikával foglalkozunk elsősorban is programozással, és azért hoztunk egy kis LEGO-t, hogy akik itt erre sétálnak el, akkor a gyerekeket tudják itt hagyni, egy picit szórakozni és legózni. Bemutatót szeretnénk tartani, ez egy lézerfegyverről van szó, tehát a kezdő gyerekek ilyen lézerfegyverrel próbálják ki, hogy milyen is a biatlon sportág. A nézelődéshez, kikapcsolódáshoz hozzátartozott a vásárlás és a kóstolgatás is. A park egyik részében a helyi kézművesek standjai várták színes kínálattal a látogatókat, kissé távolabb illatkavalkát hívogatta az édességekre vagy más ételekre áhítozó tavaszköszöntőket.